Drága bébum, tudnod kell, hogy nem létezik számomra szebb és jobb érzés a szerelmednél. Még mindig hihetetlen számomra, hogy engem választottál társadul. Ígérem, hogy a tőlem telhető legnagyobb szeretettel, önzetlenséggel és bizalommal fogok mindig hozzád fordulni. Ígérem, hogy mindig melletted leszek, vigyázni fogok rád, és támogatni foglak mindenben, amit eltervezel és ami boldoggá tesz. Ígérem, hogy mindig téged választalak, hiszen te vagy nem csak a legszebb, de a legkedvesebb, legcsodálatosabb ember is, akit ismerek. Pici szerelmem, fogadom, míg élek, fázni nem hagylak. Ígérem, hogy jó reggelt, puszit soha ki nem hagyom. Ígérem, hogy egész életemben mindent megteszek majd, hogy szeretetben és boldogságban élj mellettem. Számomra mindig is te voltál az igaz szerelem. Fogadom, hogy minden erőmmel azon leszek, hogy szeress és büszke lehess rám. Úgy gondolom, nincsenek véletlen találkozások. Így történt ez nálatok is, hogy Zsófiék mosogatógépének el kellett romlania ahhoz, hogy megtaláljátok egymást. 2015 őszén kezdődött a ti történetetek. Béci egyháztartási gép megjavítására érkezett hozzátok, amely elsőre nem volt túl sikeres, ugyanis a mosogatógép csak nem működött hiba nélkül, a szerelés ellenére sem. Béci, mondd meg te, hogy szándékos volt-e, hogy újra láthatod a csodaszép Zsófit, de minden esetre a terved működött, egy héttel később ismét hozzájuk tartottál. Ekkor már a látogatás végén elhívtad Zsófit egy szülinapi buliba, de sajnos ő nemet mondott, majd egy héttel később a következő randevúra is. Na de Béci, csak nem adtad fel, és harmadjára is megpróbáltad. Ekkor Zsófi látta, hogy rendkívül elszánt vagy, így végül elfogadta a meghívásodat, és egy csodás estét töltöttetek együtt. Bodzás Béla, szeretnéd-e Kondás Zsófiát feleségül venni, mindig mellette állni, támogatni és szeretni őt életetek végéig? Igen. Kondás Zsófia, szeretnél-e Bodzás Bélához feleségül menni, mindig mellette állni, támogatni és szeretni őt életetek végéig? Igen. Egybehangzó igen kijelentésetek alapján megállapítom, hogy Bodzás Zsófia és Bodzás Béla a mai naptól fogva házastársak.